Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Dankó Dénes urat, akit most már a Borsodabói Zemplén vármegyei közgyűlés alelnökeként mutathatok be. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogyha azért az Ön nevét meghallották az elmúlt időszakban Sátoralja új helyen, akkor most már több évtizedes munka után az alpolgármesteri poszt volt az, ami a nevéhez kötődött. De hát nyilván adódik a kérdés, hogy mit is jelentett Önnek az elmúlt időszak Sátoralja új helyen? Hát egy nagyon érdekes kettő évtizeden vagyok túl, ha szabad így fogalmazni, hiszen két évig dolgoztam polgármester úr mellett ilyen személyi titkárként, úgyhogy igaz, nem a polgármesteri tisztség volt, de hát valahol a városért való munkálkodásba azért ez is beleszámít. És bizony a két évtized alatt nagyon sok minden tapasztalt meg az ember, sok élmény érte, sokakat ismert meg, sok mindenhez volt köze, úgyhogy egy nagyon, ha szabad így fogalmazni, élményekkel dús és nagyon hatékony két évtizedre tudok visszatekinteni. Tudatos volt egyébként a politikai pályára való készülés? Nem. Olyannyira nem, hogy annak idején, amikor néhányszor meséltem ezt az anekdotát, akkor érettségre készültünk, akkor édesanyámnak kettő intelme volt. Az egyik, hogy mindenféleképpen felsőfokú végzettséget kell szerezni, tehát hogy ezt nyilván már az én életem, döntsem el én, hogy milyen irányba mennék tovább. A másik pedig, hogy a politikától tartsam távol magam, tehát ha így nézzük, akkor nem az a gyermek vagyok, aki megfogadta a szülői intelmeket, de hát azért a családunktól nem áll távol sosem a közéleti szerepvállalás. Én apám volt egy időben a második világháborút követően, majd 3 évig a város polgármestere. A dédapám a egykori vármegyének a gazdasági irodáját vezette. Úgyhogy a közügyekkel való elköteleződés valahol ott van a család génjeibe, apajágon, és lehet, hogy ez erősödött föl bennem. Másrészt pedig az is igaz, hogy azért mindig is érdekelt a közélet, gimnazistaként még egy ilyen személyes anekdótát szabad megosztani, a egyetem első kampányát azt gimnazistaként szervezhettem, hiszen egy diákigazgató választásra készültünk, talán 3-osok lehetünk, vagy 4-esek, erre már emlékszem pontosan. És akkor már egy ilyen felépített kampánystratégia mentén dolgoztunk ugye egy héten keresztül, a mi előttünk meg is nyerte a választást, úgyhogy valahol ez már elkezdődött a középiskolai években, de komolyra fordítva a szót, mindig is érdekeltek a közügyek. Lelkes lokálpatriótaként mindig fontosnak tartottam azt, hogy hova tart a térség, hova tart az a település, ahol élünk. De hát nyilván fiatalon teljesen máshol van a fókusza az embernek, aztán idővel ez megváltozik, és akkor így jött a lehetőség annak idején, hogy polgármester úr mellé kerülhettem a hivatalba. Onnantól pedig most már utólag okos az ember, de nagyjából mondhatom azt, hogy eldőlt a sorsom, mert néhány év után úgy éreztem, hogy igazán hazaérkeztem. 20 évesen, amikor az ember beesik úgymond az önkormányzatiságba, a közigazgatásba, mi volt az, ami ott fogad egy fiatalt, vagy fogadott egy fiatalt? És ugye két évtized távlatában mondjuk az önkormányzatiság, ez a fajta feladatellátás, ez mennyiben változott? Hát nagyon nagy tettvágyal és az némi félelemmel léptem be először a városháza kapuján. Egyrészt egy polgármester urat nagyon régóta ismerem, kisgyerekként cserkészvezetőm volt, és innentől kezdve azért nagyjából érthető volt, hogy miért esett rám a választás, hiszen ha az ember egy adott közegben megismerkedik valakikkel, ahol mondjuk szükség van önálló döntési képességre, meg valamilyen típusú vezetői készségnek a megmutatására. Erre azt gondolom, hogy cselekészet teljes mértékben alkalmas, és nyilván polgármester úr egy olyan kollégát szeretett volna maga mellé, aki kompetens tud lenni ügyekben, meg hát személyesen is nagyon jó kapcsolatban voltunk. Én ugye agráriumban dolgoztam előtte, Tolosván egy családi vállalkozásnál voltam szőlészeti, borászati ágazatvezető, amelyet nagyon élveztem, vagy nagyon jó volt ott dolgozni. És amikor polgármester először megkeresett, akkor nemet mondtam neki, de aztán eltelt
egy néhány hét, hónap, aztán csak még egyszer megfogalmazódott ez a kérés, és akkor leültünk beszélgetni, és akkor hát tudatosult bennem talán, hogy ez a dolog is nagyon érdekel, és valóban nagyon fiatal voltam, nem volt még családunk, úgyhogy nem volt nehéz meghozni egy döntést, hogy gyakorlatilag egy gyökeres más ismeretlenbe ugrottam fejest, de rettentően érdekelt, vagy motivált voltam ezáltal, és hát polgármesterül mellett dolgozni mindig is nagy élmény volt, de azt gondolom, hogy az a 2000-es évek közepéről beszélünk, hogy a 2004 magasságáról, országos politikát tekintve ellenzékben voltunk, az önkormányzati felállást tekintve egy majdnem patthelyzet volt, hiszen 10-10-re állt a közgyűlésnek az összetétele, és egy nagyon aktív politikai időszak volt, ami egyrészt rengeteg tanulivalót mutatott, másrészt pedig azt gondolom, hogy inspiráló volt ebben a közegben úgy dolgozni, hogy mégis eredményeket lehessen felmutatni, és egy nagyon jó lecke volt ilyen szempontból. 2006 ugye egy gyökeres változást hozott az életemben, egyrészt hogy önkormányzati képviselő lettem, ugye abban a pillanatban gyakorlatilag munkanélkülivé is váltam, hiszen köztisztviselői státuszból voltam, és ugye a két tisztség összeférhetetlen volt. Milyen érdekes, hogy két évtized, vagy majd két évtized elteltél, ugyanígy egy összeférhetetlenséget kellett feloldani, de hogy akkor polgármester úr közölte velem, hogy, és ez nem úgy mentünk bele a 2006-os önkormányzati kampányba, hogy tudva le ő volt, hogy majd akkor én alpolgármester leszek, ugye ez szóba sem került. Arra fókuszáltunk, hogy a választás legyen meg polgármesteri szinten, meg hát minél több körzetben. Az olyan jól sikerült, hogy 100%-kal hoztuk be az eredményt. És akkor még a választási éjszakán férjé volt polgármester, és az elmondta nekem, hogy ő arra gondolt, ugye mostanáig erről nem beszéltünk, de hogy régebben mindig két alpolgármestere volt a városnak, ezek jellemzően társadalmi megbízatású pozíciók voltak, de hát az előttünk álló pályázatok, meg a komoly kihívások, meg a fejlesztési tervek miatt egy alpolgármesterre van a szükség, aki viszont főállásban dolgozik mellette, akivel valóban egy munkamegosztással tudnak előre menni, és hogy rám gondolt. Hát 26 éves voltam, nyilván ez egy hatalmas nagy lehetőség, meg egy nagy megtiszteltetés, gondolkodás nélkül ugye igent mondtam, majd a elkövetkező néhány nap azért érdekesen alakult, és ebből volt számos olyan helyzet, ami azért nem volt könnyűnek mondható, és ennek egy jó része általában mindig a korommal volt összefüggésben, hiszen 2000-es évek közepén azért egy kicsit szélső volt egy önkormányzatnak a portfóliója, jóval több intézményt tartott fönn, az Erzsébet kórháztól, ugye a közoktatáson keresztül a tűzoltóságig, és hát bizony voltak érdekes szituációk, voltak kellemetlen helyzetek, amelyeket meg kellett oldani. Ennek egy része az összefüggött azzal is, hogy mit mondja ezt egy ilyen fiatal, egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező vezetőnek, de hát aztán udvariasan, de mindig megegyeztünk abban, hogy a kor önmagában nem érdem, hanem egy állapot. Én arról nem tehetek, hogy valakitől jóval később születtem, arról viszont tehetek, hogy most abban a pozícióban vagyok, amiben, és hát bizony a munkáltatói joggyakorlása az nem korhoz kötött, hanem a tisztséghez. Úgyhogy nagyon kemény leckék voltak, és most már erről, hogy mondjam, könnyű beszélni, de azért azt el kell mondjam, hogy nekem elég komoly fejfájást okozott ezt összerakni, hogy én nagyon fiatalon egy ilyen felelősségteljes pozícióba került az ember, és rettentő módon éreztem ennek a súlyát, meg a megfelelési kényszert, hogy ha már polgármester úr megelőlegezett nekem egy ilyen szintű bizalmat, akkor ezt mindenféleképpen meg kell szolgálni, úgyhogy igyekeztem a lehető legtöbbet dolgozni, a lehető legtöbbet kihozni minden adott helyzetből. Más az elmélet és más a gyakorlat, mert ugye az egyszerű állampolgár az azt gondolja, hogy mondjuk egy hivatali dolgozó, egy alpolgármester bemegy reggel 8-kor, és hazamegy délután 4-kor, és közben történik, ami történik. Igen, elkábizgottunk, és akkor utána hazamegyünk, ugye. Hát teljesen más az elmélet és a gyakorlat. Ugye azt szoktam mondani, hogy ha valaki mondjuk egy 10.000 főnél nagyobb településen úgy indul el polgármester jelöltként, hogy legalább egy ciklus nem volt előtte önkormányzati képviselő, annak fogalma nincs arról, hogy mire vállalkozik. Tehát, hogy az emberek fejében él egy kép az önkormányzatról, meg még a polgármesterről, a polgármesterről, a hivatal működéséről, és van ezzel szemben a valóság, ahol ez is a kifejezésed a legpiszlicsáribb dologtól kezdve, hogy a legnagyobb évű fejlesztésig mindennek kell foglalkozni, és hogy azt gondolom, hogy amúgy ez adja a szépségét ennek a munkának, és természetesen ennek, mivel egy adott pár színeiben mozgunk a pályán, ennek mindennek van egy, még egy harmadik lágazás, hogy egy nagyon
erős, markáns politikai vonulata, ami olykor megegyezik a fősodorra, olykor nem, de ez is ad egyfajta kihívást, meg szépséget ebbe a munkába. De valóban nem egy ilyen sportálás ez, ahová bemegy az ember és eltelik a munkaideje, hanem tényleg nagyon sok mindennel kell foglalkozni, és meg kell mondjam, én nagyon kedveltem ezt a részét, amikor adott esetben a öltömi nyakkendőbe sétáltunk a magas egy oldalában, a sárban csúszkában, mert olyan eldöntendő kérdés volt a Bopája beruházás kapcsán, ami nem tűrt halasztást. Ugye abban az időben például az autóban mindig volt egy pár bakancs, hogy a nadrágszárat fel lehetett hajtani, hogy ne legyen sáros, át lehetett ugrani egy túrabakancsba, és fel lehetett szaladni a magas egy oldalában megnézni, hogy mi az aktuális kérdés, amit el kell dönteni. Ugye nagyon izgalmas terület volt, és most, hogy beszélgetünk, cikkáznak az ember fejébe történetek, egyszer egy baráti összejövetelen került szóba egy útfelújításnak a kérdése. És hát ott a jelenlévő közül többen elmondták, hogy mennyire buta az önkormányzat, hogy miért az adott utat újítja föl. Ez nem akkor kellett volna, nem így kellett volna, lett volna teljesen más választás. És akkor a beszélgető társaságnak egy része az vagy közép- vagy felső vezetői pozícióban volt a munkahelyen, és akkor megkérdeztem tőlük, hogy a döntés előkészítési folyamat az mindenhol megvan. Azt mondták, hogy persze, hát mondom, az nincs másként a önkormányzatnál sem. Hát ezt mire értem? Mondom, ti nem ismeritek ugye a pályázati felhívást. Hát nem. Na akkor mondom, volt benne egy pár kritérium, például, hogy csak olyan utat lehet felújítani, vagy mehet be a pályázat, amiben van közösségi közlekedés. Mondom, Sátorai Újhelyen hány olyan utca van, amin van közösségi közlekedés. A pályázati felhívásnak kitétele volt, hogy önkormányzati tulajdonban kell lenni az útnak. Hány olyan út van Sátorai Újhelyen, és melyek azok az utak, amelyek itt vannak a városban, de ugye azt a hétköznapi ember nem tudja, hogy a város kezelésében és tulajdonában, vagy mondjuk a megyei közút kezelésében és tulajdonában van. Hát miért mondom ezeket? Hát azért mondom ezeket, mert ugye ez ugyanúgy döntés előkészítési folyamat, és akkor elkezdjük szűkíteni, vagy ezekben a halmazokba belerakjuk a különféle utakat, a végén a halmazok metszetében mondjuk maradt kettő darab út, ami minden kritériumnak megfelel, az egyik az eszemártírok, amelynek már korábban elindult a felújítás, a másik pedig a Fasor utca, mert ugye erről volt szó, és mondom, ezért esett rá a választás. Hát, hogy ezt ők nem is gondolták volna, és akkor mondta, hogy igen, nagyon sok minden van, amit nem is kell gondolni, nyilván a választópolgároknak nem feladata, hogy ilyen mélységű ismeretekkel rendelkezzenek, azért bízzák meg az önkormányzati képviselőket, meg a polgármestert. Csak valahol el kell tudni azt fogadni, hogy egy önkormányzat az pontosan úgy működik, mint egy család, ahol a családi költségvetés felhasználásáról a családtagjai döntenek, vagy mint egy nagy vállalat, ahol a döntési előkészítési folyamat az pontosan ugyanaz egy önkormányzatnál is. Úgyhogy ez is egy érdekes tapasztalás volt, aztán megmondom őszintén, egy idő múlva már kiváltképp élveztem az ilyen helyzeteket, mert hogy azért nagyon sok embernek rá lehetett világítani, vagy nagyon sok embernél rá lehetett világítani arra, hogy ténylegesen hogy is néz ki egy önkormányzati munka. Azt ugye megszokhattuk, hogy Sátorai Újhelyen nagy volumenű tervek készültek, aztán valósultak meg, és úgy néz ki, hogy ez a jövőben is így lesz. Mi volt az első gondolat akkor, amikor mondjuk megismerte polgármester úr terveit, akár a hidat, akár a Magashegyet, akár a Boppáját, vagy mennyire volt ez közös ötlet és közös munka? Polgármester úrnak van egy nagyon jó képessége, hogy nagyon jó felismeri az adott helyzeteket, és hogy milyen utakon lehet a legnagyobb hatékonysággal a célt elérni. Ez igaz a politikai területre is, azt gondolom nem nagyon kell magyarázni, de igaz az a fejlesztésekre is. És annak idején, amire én oda kerültem az önkormányzathoz, addigra már volt a Magashegy kapcsán egy elég nagyívű ilyen fejlesztési koncepció, amiben az akkori önkormányzat készítetett egy tanulmányt, hogy mi mindent lehetne, akkor még nem tudtuk, ez aktív turizmusnak hívják, de hogy mi mindent lehetne ezen a területen véghez vinni, mert hogy ennek a kiinduló alapja az a megépült lébegő volt. És azzal, hogy lett egy ilyen infrastruktúrás beruházás a Magashegyen, ugye megnyílt a kapu az előtt, hogy nagyon sok mindent lehetne csinálni. És akkor a polgármester úr már 2002-ben lehívta ide Sátorai Újhelyre azt a József Wigand nevű úriembert, akinek ismerősen csenghet a neve, hiszen a Boppája szerkezetén nagyon sok Wigand felirat van. Ugye ő az, aki föltalált ezt a rendszert, egy német úriemberről van szó, aki sajnos már nincs közöttünk, és ő részben tulajdonos, vagy a családja részben tulajdonos a Visegrádi Boppájába.
És akkor innen jött polgármester úréknak az ötlet, hogy hát hogy van egy ilyen létesítmény, akkor mi lenne, ha itt is lenne. Nyilván a önkormányzatnak nem volt pénze. Ettől függetlenül lejött a Wigand úr, rettentően tetszett neki a magas hely, de megmondta, hogy ő többet nem fog beruházni úgy, hogy tulajdon legyen benne. Ő nagyon szívesen megépíti, azt kifizeti neki a megrendelő, de hogy ő többet üzemeltetésben nem fog belemenni. És akkor innentől kezdve indult el ez a gondolkodás, hogy mindent lehetne még a Magashegyjel, meg akkor már tudva levő volt, hogy ugye csatlakozni fogunk az Unióhoz, ott lesz egy teljes jogú 7-es költségvetési ciklus, amelyben adott esetben turisztikai források is elérhetők, tehát hogy volt egy nagyon jó kiinduló alap. Onnantól kezdve viszont rengeteget gondolkoztunk együtt. Abszolút csapatmunka, hiszen ebben nagyon sok kollégának is benne van a munkája a önkormányzat részéről, a mindenkori polgármesteri hivatali dolgozók részéről, de talán annyi, hát ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak, nem akarok álszerénynek sem tűnni, meg nagyképűnek sem, de hogy a stratégiai jellegű kérdések azért polgármester úrral való személyes beszélgetések kapcsán születtek meg annak idején. Mi rengeteg időt töltöttünk együtt hivatali elfoglaltságon kívül is, amikor nagyon, nagyon sok mindent átbeszéltünk, nagyon sok érvet ütköztettünk, nagyon sokat agyaltunk. Számos olyan projektünk volt, ami a megvalósult, jó ötletnek tűnt, de amikor a megvalósítás előszobájáig sem jutott el, mert be kellett látnunk, hogy az nem az az irány, nem az a megfelelő. Úgyhogy Péterrel rengeteg olyan sok órányi közös agyalásunk volt, amelyeknek az eredményei, azt gondolom, mostanra már szemmel láthatók és kézzelfoghatók. Megyei közgyűlés egy másik nagy lépcsőfok, akár politikailag nézzük, akár az ember magánéletét nézzük. Mennyire lehet jó szívvel itt hagyni Sátoraljó Újhelyváros önkormányzatát egy ilyen posztban, pontosan annak tükrében, hogy egyébként 2 évtizedes tapasztalat van itt? Hát azt gondolom, nyugodt szívvel lehet itt hagyni, mert hogy ha az ember visszatekint a mögötte levő megtett útra, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy egyfajta megelégedés, nem mondom, hogy elégedettség, de egy megelégedés érzés van az emberben, mert hogy ha visszatekernénk az időkerekét, vagy az MPM TV-nek az archívumát, és megnéznénk a 2000-es évek elejét, közepét, hogy akkor hogy nézett ki a város a építészeti szempontból, turisztikai szempontból, munkalehetőségek szempontjából, és emellé oda tennénk egy-két félig meddig megfakult filmtekercset, akkor ordító lenne a különbség. Ugye ezt napról napra éve nem veszi észre az ember, vagy nem tűnik föl, mert úgy megy el az épületek mellett, hogy nem is látja, hogy milyen gyönyörű szép öntött vas erkély korlátjaink vannak, meg micsoda stukkok az épületeken, de hogy a fejlődést nem lehet megállítani, és hogyha ha jó munkát végzett egy település vezetés, akkor annak szemmel látható, kézzelfogható eredményei vannak. És két irányból mértem le igazán, hogy mennyire volt sikeres ez a munka. Az egyik az egy teljesen objektív, hiszen 4, majd később 5 évente volt egy-egy önkormányzati választás, és 2006 óta én a városközpontban élőktől ugye folyamatos bizalmat kaptam, ha szabad így fogalmaz, elég markáns felhatalmazással, ami egyfajta visszacsatolás annak, hogy elismerték az emberek a munkámat. A másik irány az ettől sokkal személyesebb, amikor ugye egy-két héttel ezelőtt nyilvánosságra került, hogy megtalált engem egy ilyen lehetőség, és végül is hosszas gondolkodás után igent mondtam a felkérésre, és ugye ezt nyilvánosságra is hoztam, akkor írtózatos mennyiségű üzenetet kaptam az ország minden szegletéből, de leginkább a sátoraljaújhelyi polgároktól. Ugye ennek egy része a nyilvános felületeken mai napig látható, de legalább ekkora volt a mértéke, hanem nagyobb a személyes üzeneteknek, akár a mindenféle üzenetküldő szolgáltásokon, akár a klasszikus SMS-en vagy telefonhíváson keresztül. És nagyon jó érzés volt, hogy abszolút értékelték az emberek az elvégzett munkát, és amúgy pedig senki nem kérdőjelezte meg, hogy miért döntöttem így. Tehát, hogy az nagyon jó érzés volt látni, hogy megtapasztalni azt, hogy az emberek elfogadják azt, hogy én hoztam egy ilyen döntést, és ők is ugyanúgy hisznek benne, hogy ez mind a személyes életemben, mind remélhetőleg a szakmai életutamban egy más lépcsőfokat, egy más szintet, egy más kihívást jelenthet, úgyhogy nagyon jó érzés volt ezt a visszacsatolást megkapni az emberektől. Mi lesz a feladat?
Mivel is telik egy alelnöknek a mindennapja, ez már látszik valamennyire? Igen, hát az a hétköznapi eddig megszokott munkamódszeren azért egy kicsit változtatni kell egyrészt. Sok kérdést kaptam ezzel kapcsolatban, hogy akkor elköltözök a Miskolcra, nem, ezt a mágában nincs, és soha nem fogok elköltözni a Sádorai újhelyről, akárhol is sodor az élet, mert ez a város az otthonom. De nyilván a mindennapi miskolcai járás az ad egyfajta más ritmus az ember napjának, de hát ezt is igyekszem hasznosan eltölteni, hiszen nagyszerű podcastek vannak most már mindenféle témában, úgyhogy vagy adott esetben az Zemplén FM hullámhozat, ha hallgatja az ember. De teljesen más típusú a munkamódszer, kevesebb, ennyi egy nagyon föltözrakott gyakorlati dolog van, hiszen egy megyei önkormányzatnak abszolút nem olyan azok a feladatai, mint egy település önkormányzatnak. Másrészt jóval több stratégiai tervezést igénylő területfejlesztéssel összefüggésbe hozható munka, és azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt két évtizedben azért ebben is sikerült egy elég jó tapasztalatra szerteni, úgyhogy ezen az irányon gondolom én, hogy sokat fogok forogni az elmúlt időszakban, meg hát minden olyan a vármegy élethez kapcsolódó protokollesemény, rendezvény, politikai történés, az mind a napjaim részévé fog válni, mint amelyek ugye elnökasszonynak a napjait képezték az elmúlt időszakban. Egy kicsit változhatott elnökasszony a elnöki kabinet és a vármegy irányításának a struktúrája. Ennek az eredménye lett az én felkérésem is, és hát van egy alelnök társam, Balla Éva, aki nem megválasztott tisztségviselő, tehát ő szakmai alelnöke, vagy társadalmi megbízatású alelnök a megyének, és hát elnök asszony munkáját segítendő, gyakorlatilag két területről is ott tudunk állni mellette. Érdekes, inspiráló az új feladat, de meg kell mondanom őszintén, hogy még azért szoktam kell egy kicsit, hogy másabb típusú pörgésbe kell beletennie magát az embernek, mint ami eddig volt. Ugye ilyenkor azért felvetődik a kérdés, hogy mi lesz Sátorai a új helyjel. Erősödik ezzel a fajta pozícióval, vagy tulajdonképpen beolvad majd egy nagy közösségbe a képviseletet tekintve? Ugye érdekes a kérdés, mert hogy a vármegyei önkormányzatnak és a települési önkormányzatoknak a területfejlesztési témákon kívül nincs ilyen alá fölé mellé rendeltségi, vagy inkább csak mellé rendeltségi viszonya van. Nyilván a politikai testületekről van szó, azért egyáltalán nem mindegy, hogy milyen kapcsolatban van a két önkormányzat egymással. Eddig sem volt rossz a kapcsolat, hiszen polgármester úr 2002 óta folyamatosan tagja volt a megyei, majd később a vármegyei közgyűlésnek, úgyhogy ilyen módon nagy változás nem történik. Az sem példa nélküli, hogy Sátorai Újhely alelnököt adott a vármegyének, hiszen 1998 és 2002 között a néhai polgármesterünk Lackó Károly már betöltötte ezt a tisztséget, tehát sem előzmény nélküli. Én úgy tekintek erre, hogy egyfajta lépést jelent az én irányomból, másabb típusú feladatot. Sátorai Újhely ugye mindig nagyon magas prioritással ott lesz a fejemben, de azért azt is látni kell, hogy ez a tisztséggel én nem Sátorai Újhely képviselője vagyok a vármegyei közülésben, hanem én a Borsod-Bözemplen vármegyének az alelnöke vagyok az összes településével együtt. Tehát, hogy nem szeretnék abba a hibába esni, amivel azért már találkozott az ember, hogyha valaki egy másabb típusú tisztségügyi pozícióba kerül, akkor nagyon egyoldalúvá válik a munkálkodása. Én igyekszem mindent szakmai módon megközelíteni, hogy ha tudom segíteni a Sátorai Újhelyi polgárokat, az ő helyben maradásukat, életminőségük javulását, minden erőmmel ezen leszek, de magában a tisztségből fakadóan az egész vármegye ügyét kell szem előtt tartani. Alelnök úr, ehhez nagyon jó munkát kívánunk, és természetesen, ahogy eddig a polgármesterként, most már alelnökként is visszavárjuk ide a Zemplén Televízió stúdiójába. Nagyon szépen köszönöm, és igyekszem minden lehetőséget megragadni, hogy a Sátorai Újhely polgárokkal, illetve a térségben élőkkel ezen a fórumon is tudjunk találkozni. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én is köszönöm, és akkor még egyszer jó munkát kívánunk. Nézőinknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak továbbra is velünk, hiszen nem sokára kezdődik a híradó. Viszontlátásra.